Mit jelent most, és mit jelentett a jövőben az AI megoldások elterjedése a társadalom és a fiatalok szempontjából? Többek között erre a kérdésre keresték a választ az AI című előadáson, amelyet az MCC zsúfolásig megtelt székesfehérvári képzési központjában tartottak. Székely Levente, az MCC ifjúságkutató intézetének igazgatója leszögezte, hogy az MI megoldásokkal mindannyian találkozunk, még ha azt is gondoljuk, hogy nem, akkor is használ minket. A mesterséges intelligencia fejlesztések azok olyan széles hatókörben és olyan intenzitással érvényesülnek a napjainkban. Gyakorlatilag még ennek mondhatjuk azt, hogy az elején járunk, de azért már itt nagyon sok olyan dolog van, amit érzékelünk a hétköznapokban is. És hát a társadalmi hatások kiterjedésére, vagy kiterjedésére vonatkozóan nehéz most jóslatokba bocsátkozni. Székely Levente kiemelte, fontos, hogy az emberek lássák, milyen technológiai fejlődések állnak előttünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a társadalomnak legyenek válaszai, ne úgy tekintsen erre a technológiai forradalomra, új paradigmára, mint egy Skynet világra, ahol az emberi jövőnek már nincsen keresnivalója, hanem lássuk ennek a technológiának az előnyeit, ezt tudjuk is használni, és lássuk azokat a kockázatokat is, amelyeket hordoz. A Matthias Corvinus Kollégium következő előadása március 5-én kedden lesz, amely során Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője, a 21. század kríziséről fog beszélni.